Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen új kutatást végeztek? Azt vértük fel a legutóbbi kutatásukban, hogy ki mire számít, hogy ki lesz a kormányfő 2018-ban, a 2018-as választások után. Nem történt nagy meglepetés, az emberek nagy többsége arra számít, hogy Orbán Viktor újrázni fog. Tehát nagyjából kétharmad vélekedik úgy, hogy Orbán Viktor lesz a kormányfő a 2018-as választások után. Még nagyobb ez a különbség a többiekhez képest, hogyha biztos szavazókat nézzük. Tehát, hogyha csak azokra szűrjük le az adatot, hogy kik azok, akik biztos elmennének választani, ott az emberek 3/4, tehát 74% mondta azt, hogy Orbán Viktor fogja nyerni a következő választást. Úgyhogy eléggé úgy tűnik, hogy az ellenzéki sorokban apátia van, és nem nagyon bíznak a saját pártjuk győzelmébe sem. Na, hogyha jól értem, ez annyit jelent, hogy a Fidesz akkor kétharmadot érne el a választásokon? Nincs ezek között ennyire szoros összefüggés, de ettől függetlenül nem zárható ki a kétharmad. Kétharmad számít arra, hogy Orbán Viktor győzni fog. Ugye ez még nem jelent automatikus szavazatot is, tehát a fideszeseknek nyilván túlnyomó többsége szinte teljesen kizárólag azt mondta, hogy Orbán Viktor lesz a kormányfő, de az ellenzéki szavazóknak például a fele mondta azt, attól függetlenül, hogy ők még egy ellenzéki pártra fognak szavazni, ők még jelenlegi kormányfő újrázását várják. Tehát ilyen szempontból a kétharmad az nem kizárt, viszont furcsa mód itt is a kétharmad van úgy vele, hogy Orbán Viktor úrázni fog. 6% mondta azt, hogy Vona Gábor lesz a kormányfő, ami egy elenyésző arány, és ugye a baloldali kisebb pártok vezetői is kaptak valamekkora százalékot, Gyurcsány Ferencet 3% mondta, Szél Bernadett, Karácsony Gergő is kapott 1-1%-ot Fodor Gáborral. Azt akarja egyetemben mondani, hogy ezek a... mondjuk azt, hogy ellenzéki, baloldali, demokratikus pártok, ezek rosszabbul szerepelnek, mint a Jobbik vezetője? Ugye a baloldalon van egy széttöredezettség, tehát jelenleg azt lehet látni, hogy nincsen egyetlen ember, aki mögébe lehet állni, és aki mögébe is akarna állni a baloldal. Tehát jelenleg Gyurcsány Ferenc látszik a legesélyesebb baloldali vezetőnek, a legesélyesebbnek erre a pozícióra. Úgyhogy Botka László még próbálta pozícionálni magát, de ugye már összhatából kiszállt a versenyfutásból. Most még vannak önjelölt vezetők, mint például, ahogy említettem, Gyurcsány Ferencen kívül Szél Bernadett, Karácsony Gergely, de Fodor Gábor. Nem önjelöltek, a pártjuk jelölte ennek. Igen, de azért, hogyha úgy vesszük a párbeszédnek mondjuk a jelentősége a 0 és 1% közötti támogatottságával, azért nem olyan mérhetetlen, hatalmas. Nem? Hát a mérhetetlenségi küszöbet súrolja felülről, igen. Úgyhogy ha ott nem lesz valami nagyon nagyszabású együttműködés, például az Együtt és a PM ugye már bejelentette, hogy nagyjából közösen fognak indulni, még a teljes konstrukciót nem ismerjük, de az biztos, hogy együtt fognak indulni, és hogyha ők mondjuk hozzácsapódnak az MSZP-hez, ami mondjuk kiegészülve egy demokratikus koalícióval. Jó, ez a szó, hogy csapódnak. Ön szerint a választók is csapódnak az ilyen csapódó pártokhoz? Tehát ennyire meg lehet alázni egy szavazót? Egy választót? Ez valószínűleg nagyon sok embernél így csapódik le, hogyha lehet ezt folytatni tovább, ezt a szóvirágot. De azt azért látjuk, hogy az ellenzéki szimpatizánsoknak nagy része azért egy ilyen kereszt szimpátiával rendelkezik. Tehát 60-70%-uk azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mi legyen, azért a baloldali pártok valamelyikére le fog szavazni, csak döntsék már el, hogy mi legyen. Az egy másik kérdés, hogy a további egyharmad pedig ugye pont egy ilyen érzelmi kérdésnek veszi azt, hogy ha én már kiválasztottam egy pártot, akkor az már legyen már annyira önálló, és legyen már annyira határozott, hogy nem fogja a pillanatnyi érdekei szerint változtatni a saját álláspontját. Tehát pont az, hogy a baloldali szavazók nagy része megmarad, de ettől függetlenül nem lehet teljes mértékben összeadni azokat a párt szavazatokat, mint akik... tehát egy matematikailag nem lehet csak úgy össze, hogy Gyurcsány Ferenc 3, Szél Bernadett 1, és akkor itt mennek föl, hanem ennek mondjuk egy kétharmada, háromnegyede fog csak megmaradni, ami pont azt eredményezheti, hogy egyes egyéni választókerületekben nem sikerül majd legyőzni a Fidesz-KDNP jelöltjét. Az érdekelne engem, hogy ebbe a felmérésbe, pont ahogy mondta, hogy Fidesz-KDNP, külön beszéltek a KDNP-ről, vagy ez most már csak egy gyűjtőnév? Ez gyűjtőnév, úgyhogy Fidesz-KDNP jelöltként is szoktak indulni.
úgyhogy nem mérjük külön a KDNP népszerűségét. Értem, akkor nézzük azt, hogy ebben a kutatásban, hogyha részletezte volna, akkor hova jutott a Momentum? Egyáltalán mennyire mérhetők, vagy hol vannak? A Momentumnak ugye volt az olimpiai népszavazási kampány idején egy felívelő pályája. Ott még azt is prognosztizálták nekik, hogy az 5%-ot azt el fogják érni, és akár még feljebb is juthatnak a 18-as választásokon is. Volt utána egy megtorpanás, ugye ők miután kijelentették, hogy nem fognak együtt indulni a baloldali pártokkal, azután a baloldalon is olyan támadási cunami érte őket, ami azért megviselte a népszerűségüket. Ők is azért ebből a szubkultúrából jönnek, és ezt a közösséget próbálják megcélozni azért a balliberális tábornak, ezt a budapesti értelmiségi rétegét, úgyhogy ott egy törésvonalat jelent mostanában az, hogy valaki Momentumhoz hogyan áll, a Momentumhoz hogyan viszonyul. Tehát válaszolva a kérdésére is, a Momentum jelenleg azért a bejutási küszöb alatt van, de azért nincs annyira messze, hogy mondjuk egy ügyes kampányhajrával ne tudna beérni az 5%-hoz. Hát ezt megkezdték tegnap a 23-ai megemlékezéseken. Igen, azt lehet látni, hogy nagyon sok esetben, hogyha lesz egy kvázi összefogás, és az előbb ugye arról beszéltünk, hogy a baloldali szavazók kétharmada azért leszavazni egy ilyen összefogásra, a maradék egyharmad viszont lehet, hogy pont hogy egy ilyen önálló indulást preferálna, és pont hogy az fog jól járni, aki külön indul, és ebből a Momentum kifejezetten valószínű, hogy profitálhatna. Tehát, hogyha ők egy határozott álláspontot tudnak képviselni, akkor mindenképp előnyükre van. Na akkor... Azt meg a beszélgetés irányát, hisz akkor van ugye egy párt, aki megint csak egyedül indul, az LMP. Igen, így van, úgyhogy Szél Bernadett is elég karakánul. És... Igen, és ugye egyetlen női jelöltként azért nagyon sok potenciált hordoz magában, tehát még hogyha általában Magyarországon férfiakra tekintünk, mint politikusokra, ennek ellenére is azért van egy ilyen hullám azért mostanában, hogy a hölgyek is mutathassák meg magukat, és van egy olyan, megint csak a szubkultúra szó kifejezést talán használnám, ahol ez kifejezetten előny lehet, hogyha valaki nő, és pont ezért az LMP-nek is szerintem a bejutással nem nagyon lehet problémája, bár azért jósolni ezt nem szerencsés még így fél évvel a választások előtt. Hogyha úgy haladnak tovább a dolgok, mint ahogy jelenállás szerint állnak, akkor az LMP igenis inkább egy középpárttá válhat, mint hogy egy baloldali kispárt legyen, és az 5%-os bejutási küszöb. Mert korábban az LMP-t, mint baloldali pártot? Azért, tehát mondhatják magukat, hogy zöld párt, de azért ők is baloldali párt. Tehát baloldalra lehet sorolni, egy önálló identitással rendelkező baloldali párt az LMP. Ön szerint mikor lesz a következő mérés? Tehát ez meddig marad így? Ezt havonta szoktuk mérni. Igazából mindig egy kicsit mást is kérdezünk mellé, például az, hogy ki lesz a kormányfő, ez volt most a kérdésünk, de ugye az, hogy ön kit választan a kormányfőnek, az általában azt mindig megkérdezzük, és ott is azért toronymagas vezetés, toronymagasan vezet Orbán Viktor. Ami még nagyon érdekes, és itt a Momentumnál nem jegyeztem meg, hogy Fekete Győr Andrásban nem nagyon bíznak egyébként a Momentum hívei, tehát ott inkább... A Momentum hívei nem bíznak el. Igen, ott nincs ez a személyi kultusz, hogy így mondjam, ezért fiatalon még azért nyilván kevésbé alakul ez ki, de pont az, hogy nem nagyon látják azt, hogy ő megnyerheti a választást, nem nagyon gondolják azt, hogy ő személy szerint lenne mondjuk egy ilyen... Ők csapatban dolgoznak. Igen, egy csapatban dolgoznak, és ők inkább úgy gondolják, hogy... Orbán Viktor nem szeretné, hogyha azt mondnánk, hogy ő nem csapatban dolgozik. Lehet, de hát a Fidesz az egy jóval nagyobb csapat, mint a Momentum, és ugye a Momentum mozgalom igazából egy nagy baráti társaság, most próbálnak verbúválni különböző tagokat még, de a Fidesz már egy olajozottan működő egész rendszert kiépített, ami alapján egy országos hálózat van, ugye a polgári körökkel indult ez meg. Hát a Fidesz is nem így indult, mint egy baráti társaság. Igen, ugyanígy, úgyhogy a Momentumnak is még van 20-25 éve, hogy kialakítson egy ilyen országos hálózatot, mint a Fidesz őket. Kérdés. Azt mondja még el nekem, hogy vannak ezek a... Van, akik úgy hívják őket, hogy bizniszpártok, szerintem lelkes aktivisták, akik önálló pártot indítanak, alig mérhetők, mégis vannak vagy 400-an. Velük mi lesz? Igen, ez nagyon érdekes. A közvéleménykutató szakmának az egyik legnagyobb kihívása az, hogy ezeket a pártokat mérjék, mert ugye a választási szituációban úgy lesz, hogy ott fel lesz sorolva 15-20 párt,
és ne adj Isten, ezek mondjuk egyikkel, másikkal hasonlítani is fog, mint például 2014-ben összefogás, 2014 vagy együtt sikerülhet, vagy nem is tudom milyen pártnevek voltak, amik eléggé hajaztak arra, azokra a pártokra, akiket mi általában médiában ugye nevesítünk, és akiknek a prominens politikusai is jelen vannak. Tehát ezeket nagyon nehéz mérni közönkutatási eszközökkel. Azt lehet látni, hogy azért egy 4-5%-ot valószínűleg el fognak érni, és ugye itt ilyen klasszikusokra is lehet gondolni, mint például a Munkáspárt, akit 1% nem mond be, de ők annyira nehezen elérhetők az ő szavazóik, hogy mindig ott a fél és 1% között vannak, úgyhogy valószínűleg Tűrmer Gyula most is. MoMa, Új Kezdet. Igen, ezek azok az emberek, akik... Választási párt. Akik pár ezer embert valószínűleg be fognak csatornázni, de ilyen közönkutatási adatokban nagyon nehezen jelennek meg. Gratulálok az első megjelenéséhez nálunk. Köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy megpróbálta megvilágítani nekünk, hogy hol is tartanak a... És sikerült is, hogy tudjuk, hogy hol tartanak a szavazók. Nagy Danielt hallhattuk az elmúlt 12 percben. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. És akkor most következik Kis Benedek József, és már is repülünk a Közel-Keletre. Tartsanak velünk!